Fergeteges nyitóbulival, Rambo Amadeus és a Five Winnetous koncertjével kezdte meg aktív tevékenységét a Szolidgrád. A belgrádi együttes előtt azonban a szabadkai Színszikász együttes nyújtott felejthetetlen élmény szombaton este a Szabadka központjában lévő Szolid egykori cipőgyár udvarában. Mislim da je ovo nešto što je Subotici bilo zaista potrebno, drugačije je. Vidim neke ljude koji su onako se najzad okupili i drago mi je da ovako nešto ovde najzad postoji. Amint egy 10 emberből álló szervezőcsapat már évek óta azon dolgozik, hogy egy olyan központot alakítson ki, amely modern művészi tartalmakat kínál, és egyben találkozó helyként szolgálhat majd a Szabadkán és a régióban alkotó művészeknek. Szeretnénk egy olyan központot létrehozni, ahol edukatív és művészi, kulturális tartalmakat lehet majd megkapni. Egy teljesen különleges, autentikus környezetben, ami a régi Szolid cipőgyárnak az udvara, illetve a helységei. Mi újra értelmeztük ezt a helyet, igyekeztünk megtartani azokat a vonásait, ami megfogott bennünket, amikor először idejöttünk. Viszont maga a hely egy csomó felújításban részesült, és hát szeretettel várjuk az embereket, akik valami másra vágynak itt Szabadkán. Az elkövetkező időszakban az egykori cipőgyár elhagyatott és elhanyagolt belső terét újítják fel, hiszen nem sokára itt kiállítások, filmvetítések, koncertek várják majd az érdeklődőket. Mariola Vera. Ukliničko, bolničko, centru,